Sokak által ismert és elismert nyíregyháziak foglalták el a Városháza dísztermének székeit péntek délelőtt. Hagyományosan emléklap átadással kezdődtek a városnapi programok. A nyíregyházi települési értéktárba felvett értékek értékgondnokai és más elismert személyek vehették át a dokumentumokat. Nemrég 7 új elemmel 46-osra bővült a lista. Köztük Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes úszó kiemelkedő sporttevékenységével, aki nagy megtiszteltetésként élte meg a kitüntetést. De mint mondta, nem a díjakért sportol valaki, hanem hogy sikereket szerezzen a hazájának és szülővárosának. Azt gondolom, hogy Nyíregyházáról elindulva ez egy óriási teljesítmény, és ahogy így felsorolták, tényleg így visszajöttek az emlékek, hogy húha, milyen sok versenyen is voltam, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy végig Nyíregyházáért úsztam, és végig a pályafutásom alatt hiába hívtak más városba, a fővárosba, hogy legyek ott és ott edzek. Soha nem mentem, én mindig azt mondtam és vallottam, hogy én Nyíregyházáért akarok tenni. Szintén sporttevékenysége miatt került az értéktárba a Nyíregyházi Női Röplabda Klub, illetve a Nyíregyházi Spartakusz aranycsapata. Emellett a város jellegzetes épületei, úgy mint a Nyírvíz Palotta és a Városi Református Templom is megkapta ezt az elismerést. Ahogy Benci Gyula, a híres nyíregyházi cigán primát zeneművészeti tevékenysége, és Sipos László műemlékvédő és műemlékfotós munkássága is az értéktár része lett. Nyíregyháza polgármestere szerint fontos, hogy folyamatosan feltérképezzék, lehatározzák és elismerjék azokat az értékeket, teljesítményeket, amelyek fontosak a város számára. Ha ez az érték ugye elismerésre kerül ilyen formán, akkor fontos, hogy megismertessük, mert ha nem ismerik meg a nyíregyházak, de az ide látogatók is, akkor nem tudjuk átadni, nem tudjuk ápolni, a következő generációnak tudatosítani, hogy milyen alkotások, értékek jelentik a várost. Érdemes nyitott szemmel járni, hiszen az értéktárban bárki javasolhatja új jelen felvételét, ezt a város honlapján teheti meg a polgármesternek címezve. Ki kell tölteni egy javaslattételi űrlapot és alátámasztó dokumentumokat kell hozzácsatolnia. Az ötleteket aztán egy 3-tagú bizottság bírálja el. Nyíregyháza újratelepítésének 266. évfordulóján a programok sorát ünnepi közgyűlés követte, majd kétoldalú tárgyalások 8 testvérváros delegációjával. Délután pedig a szokásokhoz híven meghozorozták a városalapítók szobrát, tisztelegve az elődök előtt.